Én nagyon jól érzem magam mindig, de ma kifejezetten jól, mert én imádom az ilyen show műsor jellegű előadásokat, ahol nagyon nagy fények vannak, és minden nagy, minden grandiózus, úgyhogy én nagyon szeretem ezt, én ezekért élek halok. Nem tudom miért, valamiért benne van a génjeimben, hogy én ezek én. Az a baj, hogy egy csomószor elfelejtem elővenni a telefonomat, hogy így próbáljam lefilmezni, mert annyira magával ragad egyébként a látványvilág, úgyhogy tetszik nagyon. Milyen gyakran jársz a családoddal hozzánk a cirkuszba? Minden egyes alkalommal, amikor van új előadás, akkor azt megnézzük. Tehát, hogy rendszeresen, azt mondanám, igen. Milyen jellegű műsorok tetszenek nektek? Hát, ami most nekem nagyon tetszik, ez a vizes jellegű téma, ez nagyon bejön egyébként. Tehát ez az óriás szökőkútszerű, vízágyus történet, ez nagyon bejön. Érdekes, mert hál' az égnek most bohócot nem nagyon látok. Valamire bohócok engem nem nagyon kötöttek le soha, de mondjuk az elmúlt időszakban láttam egy-két jó bohócszámot itt a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Viszont ez a kutyás szám, ez kifejezetten szórakoztató volt, ezt nagyon bírtam, meg ez a papagájos, amikor itt rökködtek körbe, ez nagyon jó volt. Szerinted trendi manapság cirkuszba járni? Hát, ha ilyen show műsorok vannak, akkor igen. Tehát, hogy azért én nem csak, lehetek őszinte, én nem csak a Fővárosi Nagy Cirkuszba szoktam járni, hanem én minden évben meg szoktam nézni Balaton lellén a Richteréket is. Tehát, hogy azért összehasonlítási alapon van, de bátran mondhatom, hogy szerintem mind a kettő produkció, ami itt is le van téve az asztalra, meg ott is le van téve az asztalra, az világszínvonal. Tehát amíg ilyen cirkusz van, addig azt mondom, hogy senki nem maradjon otthon, hanem gyertek el cirkuszba.